A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarának a több mint 30 ezer kötelező tagja mellett közel 900 önkéntes tagja volt 2015-ben. Számukra különböző tájékoztató előadásokat tartottak a vállalkozói környezet alakulásáról, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosítottak a tagsági hozzájárulásért. Azokat a gazdálkodó szervezeteket érinti a kamarai hozzájárulás, akik tevékenységi kör szerint a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörébe tartoznak. Itt a kamaránkat, hogyha nézzük, akkor ez 30.900 gazdálkodó szervezetet érint. Nekik kellett a kamaránál regisztrálni. Egyszeri regisztrációról van szó, 2012-ben kellett ezt megtenni, és attól az évtől kezdve pedig minden évben meg kell fizetni az 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Nyilván, hogyha azóta alakult egy gazdálkodó szervezet, akkor 5 napon belül jelezni kell a kamarának, és ennek a kötelezettségnek eleget kell tenni. Folyamatosan történik a kamarai hozzájárulásnak a megfizetés és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatoknak az ellátása. És elmondhatom azt, hogy a 2015 évi kamarai hozzájárulást 20 ezer gazdálkodó szervezet fizette meg, és 7 ezer olyan gazdálkodó szervezet van, aki eleget tett az elmúlt évi befizetési kötelezettségeknek is. Ez azt jelenti, hogy idén összesen 27 ezer befizetés történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tette hozzá a főtitkár. Nagy név Varga Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy a 3 évnél régebbi díjjal tartozók ellen a NAV munkatársaival közreműködve lép fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Ilyenkor a kamarának jogosultsága van arra, hogy a behajtást kezdeményezzen, és ebben a NAV a segítségünkre van, tehát rajtuk keresztül végezzük el a behajtási feladatokat. Ez a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, tehát ezért van lehetőség arra, hogy behajtást kezdeményezzünk. Mi az elmúlt évben, szeptemberben kezdtük el ezeket a behajtásokat, és folyamatosan adjuk le az anyagokat a NAV munkatársainak. Most azokkal a gazdálkodó szervezetekkel kezdtük, akik már hosszú évek óta nem fizetik meg ezt a kötelezettséget, és nyilván folyamatosan figyeljük azt, hogy kik azok, akiket fel kell szólítanunk arra, hogy ezeket teljesítsék. A hozzájárulás megfizetését folyamatosan nyomon követik a kamara munkatársai, és minden befizetéskor a legrégebbi tartozást írják jóvá, tette hozzá a főtitkár.